Lackó Béla dr. Reketje Gábornak adta tovább a stafétabotot. Van egy ideánk, hogy szeretnénk egy hagyományteremtő versenyt összehozni, ahol politikusok, újságírók, művészek, gazdasági szakemberek különböző, az élet különböző területéről lennének összeszervezve, és egy ilyen teniszversenyt szeretnénk lebonyolítani, megszervezni. Úgy gondolom az első, a legnagyobb munka, és ebbe a professzor úr úgyis, mint korábban, aki külképviseleten dolgozott, illetve megfelelő kitekintése van, ha egy ilyen fölvállalna, azt nagyon szépen megköszönnénk, és szívesen vennénk. Abszolút mértékben támogatom Bélának ezt az elképzelését. Lelkes híve vagyok a tenisznek, és a társaságnak is, és a tenisz az a társasággal együtt értendő. Amikor én Japánban voltam diplomata, akkor például a tenisz volt az az egyetlen lehetőség, amivel a különböző nemzetiségű emberek összejöttek, és jól érezték egymással magukat. Azt hiszem, ez itt a városban is megcsinálható. Szívesen támogatom. Össze lehet hozni manapság bármilyen szinten embereket, anélkül, hogy akár a politika, akár bármi más becsúszna ebbe? Én biztos vagyok benne, mert ha ez a tenisz kapcsán jön össze, akkor már eleve adódik egy semleges téma, és ez a sport, mindenki győzni szeretne, először erről kezdenek beszélni. Persze utána a társalgás az más irányba is mehet, de ez nem baj. Kitől és mit szeretne kérdezni? Teniszpartneremtől, dr. Horváth Őrs Péter professzortól szeretnék kérdezni. Ő a sebészeti klinika igazgatója. Én marketing oktató vagyok az egyetemen, a kérdésem kapcsolatos a marketinggel és kapcsolatos az egészségügyben. Manapság tervezett változásokkal. Azt szeretném kérdezni, hogy az egészségügyben mikor lesznek olyan változások, amelyek egy kicsit a marketing szemléletet, az emberközpontuságot fogják előtérbe helyezni. Tudom, hogy nagyon jól gyógyítanak, de a betegek kezelése, kiszolgálása még messze elmarad attól, ami a versenyszférában van. Mikor lát ő? Látja azt az időt, ami akkor megváltozhat ez a jelenlegi rendszer.